A Palicsi Magyar és a Mórahalmi Szerművelődési Központ a Kübekházarábi határátkelő, a Nagybácskai csatorna, azaz a Ferenc csatorna iszaptalanításának kezdeti szakasza, a Szabadka-Baja vasútvonal felújítása. Egyebek mellett ezek voltak az elmúlt időszak jelentősebb szerb-magyar határmenti IPA program eredményei. Most az újabb 2021-től 2027-ig terjedő időszak programjairól tárgyaltak. Ebben az első körben, ebben mondjuk, hogy 6 hónapos folyamatban elsődlegesen a tematikus, tehát a témaköröket fogjuk kiválasztani, melyek azok a témakörök, amelyek egyáltalán érdekesek, relevánsak lesznek a következő programidőszakra. Mivel Európai Uniós forrásokról van szó, a tempót Brüsszel diktálja, azonban Szerbia és Magyarország érdeke, hogy megfelelő módon felkészüljenek és élni tudjanak az EU alapokból érkező támogatásokkal, hangzott el a tanácskozáson. Tekintettel arra, hogy a Brexit körül elég komoly bizonytalanságok voltak, illetve hogy idén volt az európai parlamenti választás, miután az Európai Bizottságnak a fölállása az egy fél éves hosszú procedúra, ezért ezek a folyamatok most lelassultak. Viszont a programnak 2021. januárjában el kellene indulnia. Ezért döntött úgy a Magyar Irányító Hatóság, hogy kezdeményezi a tervezési folyamat elindítását olyan jellegű tevékenységekkel, amikhez ezek a rendeletek még nem szükségesek, tehát a végleges rendeletek. A kerekasztal beszélgetést Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke nyitotta meg. A 13 különböző területből fogják a résztvevők meghatározni, hogy az ő meglátásuk szerint mi a prioritás. Hasonló jellegű workshopnak a szervezésére kerül sor majd Magyarországon, és utána ebbe be fognak kapcsolódni a minisztériumok, a tartomány, az önkormányzatok. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de azt remélem, hogy a folyamatnak a végén egy olyan lehetőségrendszer fog fölvázolódni, amivel mindenki megtalálja a maga érdekeit. Az újvidéki tanácskozáson szerbiai és magyarországi civil szervezetek, valamint önkormányzati képviselők vettek részt.